Dombóváron az 1956-os forradalom eseményeire emlékeztek. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Eszterházi Miklós Technikum diákjainak és a Jászai Mari díjas magyar színész Feszbaum Béla közreműködésével, aki Márai Sándor Mennyből az Angyal című versével hívta életre a 65 évvel ezelőtti történéseket. Ilyen nagy dolog a szabadság? Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője beszédében kiemelte a forradalom néhány momentumát, majd rávilágított arra is, mekkora károkat okoztak a szabadságharc leverését követő történések. Az egyetemisták október 23-ai követeléseik messze túlmutattak a saját világukon, az ország iránti aggodalmuk hajtotta őket. Erről pedig a város alpolgármestere első kézből hallhatott édesapjától. Az én édesapám orvostanhallgató volt, és részt vett a budapesti forradalomban, de nagyon fontosnak tartom, hogy ez a mai fiataloknak is sokat jelentsen. Dombóváron a zord időjárás ellenére is sokan ott voltak, hogy együtt emlékezzenek arra a tömegtüntetésre, ami 1956. október 23-án kezdődött, majd végül fegyveres felkelésé nőtte ki magát. A megemlékezés végén a résztvevők mécsesekkel és főhajtással rótták le tiszteletüket a hősök előtt.